Sziasztok mindenkinek! Nem tudom, hogy láttok-e, visszatükröződik a kamera, és üdvözlök újra mindenkit a csatornámon. Tegnap ment ki a vásárlós, ma pedig egy újabbat kezdek el. Ma május 30 csütörtök reggel 9 óra van, és el fogok menni a Lidl-be. Na most az van, hogy a Lidl appon 150 000 forint volt a maximum ebben a hónapban, amit ki kell gyűjteni, vagy ki lehet. És úgy alakult, hogy tegnap párom volt a Lidlben, nem vettem föl nektek, mert semmi extrát nem vett, illetve ebben a hónapban, hogy visszanéztem, elég sok vásárlás volt. Nem minden élelmiszer volt, mert például volt közt egy 20 000 forintos Lidl utalmány, amit ajándékba vettünk, szóval így összetevődött. 7 000 forint hiány kigyűlik a 150 000 forint költés, ami azt jelenti, hogy utána lehet kapni egy kupont, hogyha 15 000 forint fölött vásárolsz, mivel hogy holnap már lejár, tehát így esélytelen, hogy ma is költsek, meg még holnap is, úgyhogy nem biztos, hogy a Lidlbe megyek, illetve ez a kupon, ha oda megyek, már elvesz lett. Viszont tegnap, ugye párom volt a Lidlben, és kigyűlt egy kupon, méghozzá egy 900 forint értékű Mirelit pizzát választottam. Na, az nem veszett kárba. Ennyit akartam mondani. Ja, küzdök még a kötőhártya gyulladással, úgyhogy azért van rajtam szemüveg, mert csúnya a szemem, most már a jobb oldal is begyulladt, hogy így mondjam, és hát miket veszünk ma? Hát nem tudom, hogy így lesz-e valami a szememben, hogy láttok-e, vagy nem. Mindegy, ez az álca most. Álca egy elég feltűnő álca. Na mindegy. Szóval a mai vásárlásom főleg nem élelmiszerek lesznek, mert hogy lesz olyan, na jó, lesz 4 darab ajándék pedagógus napra, ugye lesz a Dajka nénének, a 2 óvónőnek, illetve az osztályfőnöknek, aztán akarok venni még jégkrémet, akarok venni tisztasági csomagba, az óviba szalvétát, folyékony szappant, illetve fogkrémeket, grillezéshez cuccokat hétvégére, ketchupot, lázányét, dobozos lázányét, mert hogy a gyerekek az óvodában, illetve az iskolában vettek valamelyik nap, és mondták, hogy anya, isteni finom volt a második, megnézem, hát lázányán, úgyhogy akkor most veszek én is itthonra egyet, aztán veszek még gyümölcsöt, kiflit, húst, cukkinit, illetve Vivikének lesz jövő héten a szülinapja, és akkor viszünk be az óvodába rostosokat, rákcsákat, valamint holnap Marci megy kirándulni az osztálya, de nem messze a vekerítóhoz, úgyhogy oda is vinni kell ropogtatni valót, ennyi a terv, de természetesen, hogyha még látok valamit, akkor megveszem. És még egy dolog, be kell mennem a Kikbe, ugyanis az elmúlt napokban 2 farmert tettem tönkre, 2 saját farmert. Az egyik, képzeljétek el, voltam ilyen iskolai dolgom, mindegy, és fogtam a tollat, így ahogy volt, teli volt a kezem, beraktam a farzsebembe, majd mikor hazaértem, észrevettem, hogy tiszta, kék, foltos a kezem, a körmöm, és akkor láttam, hogy a farmeromba a tinta kifolyt, amit egyébként foltisztítoztam, eceteztem, akkor körömlak lemosóztam, 3-szor kimostam, de hogy nem jött ki, úgyhogy kuka lett a vége, ez egy kikkes farmer volt, pedig nagyon szerettem, illetve egy másik farmert is tönkre raktam, ez egy színszínes, világoskék farmer volt, annak a sztoria a következő, abba festettem a hajamat, ahogy kellett volna, ugye? Úgyhogy nem jött ki belőle, úgyhogy 2 farmer, 2 nyári farmer landolt a kukába, a hibámból, úgyhogy most egy farmert szeretnék venni, illetve nagyon-nagyon halászok egy ilyen zöld színű felsőt magamnak, valami kis topszerűséget, úgyhogy ezzel a hosszú bevezetővel indítottam ezt a részt, ha van kedvetek, akkor tartsatok velem, és itthon megmutatom, hogy miket vettem. Itthonról jelentkezek be, úgy eltelt az idő, dél van, voltam a Kikben, és voltam az Aldiban. Végülis úgy döntöttem, hogy az Aldiban megyek, mert a Lidlben sokan is voltak, megmondom, olyan régen voltam már, most valami kis változatosságra vágytam, az az igazság. A Kikben a költésem az 5850, valami hozzáér a főzőlaphoz, úgyhogy teli van pakolva, majd ez fogja csinálni. És az Aldi pedig 32 417, szóval a mai költés 40 000 forint durván. Jókat vásároltam, rengeteg piros címkés volt. Én azt gondoltam a pénztárnál, hogy ez lesz 50 000 forint, de 32 szerintem nagyon-nagyon olcsón vásároltam. Azt tudni kell, hogy borzos a hajam, az egy dolog, de hogy nálunk ez a május, június, ez mindig egy pénzszóró hónap, mert születésnapok vannak, névnapok vannak, viszünk az oviba, stb. Stb. És hát ami itt van, a rákcsáknak a 90%-a az nem a miénk lesz. Kirándulás, ahogy mondtam nektek, de hát ez egy ilyen hónap, és hát jövő héten, hát akkor lesz az igazi nagy bevásárlás, mert jövő héten lesz a ballagás, Vivike szülinapja, jönnek a vendégek, úgyhogy egy újabb nagy boltozás lesz jövő héten. Na de akkor fordítom a kamerát, és akkor nézzük is meg, hogy mi fért ebbe bele ebbe a 40 000 forintba. Na itt is vagyok, a háttérben sül a pizza, mert az lesz ma az ebédem, a Lidl-ös nyeremény pizza, és hát akkor látjátok, hogy jó sűrűn pakoltam most, hogy elférjen, és akkor szerintem most kivételesen az Aldival fogunk kezdeni, és akkor utána megyünk a Kikbe, és akkor legelőször is a fagylalttal fogok kezdeni, mert rakom is be a fagyasztóba, most egy ilyen dobozos fagyit vettem, erdélyi gyümölcsös 1 literes, prémium ékkrém 1 literes, 1500 forint megy a fagyóba. És hát most olyan szerencsém volt, hogy rengeteg piros címkés volt, megpróbáltam egyberakni őket, úgyhogy ezekkel fogunk most kezdeni. Legelőször is hoztam haza egy 125 g-os málnát, 50% kedvezménnyel 500 forintért. Aztán az utolsó 2 darab, illetve volt még egy, de az csúnya volt, áfonyát elhoztam, 50%-ban volt, 700 forint helyett 350 a 125 g-os, ebből hoztam 2-t, 1-2. Szintén piros címkés volt, ja igen, a kapor, mert hogy fogok csinálni kovászos uborkát. Idén még nem csináltam, nem tudom miért nem mutatja, de 350 forint volt, mínusz 30%-kal volt leakciózva. Jött még haza egy piros címkés, egyébként lett volna sárga barack is, de azért nincsenek oda a gyerekek, úgyhogy egy őszi barackot hoztam. 450 forint, mínusz 50%. Párom valamelyik nap vett 6 darab barackot, nektarint 900 forintért a Lidlbe horror áron volt, de megették a gyerekek, de olyan kemény volt, mint a kő. Ez viszont jó puhának tűnik, úgyhogy ez is piros címkés volt, 450-ért, és ez azt hiszem, hogy fél kiló, igen. Maradunk a piros címkéknél, és akkor jött még haza, hétvégén grillezni fogunk, egy marinádozott sertéstarja fokhagymás, ez mínusz 30% volt, már be van fűszerezve, nem kell csinálni vele semmit. Nagyon szeretjük az ilyeneket, 945 forint volt, mínusz 30% volt rajta, és a következő, szintén egy leakciózott Aldi barbecue csirke felsőcombfilé, Bombay, ez 979 forint volt, és ez is fél kiló, úgyhogy ezek is mennek a hűtőbe, hétvégén grillezés lesz megint. Aztán az utolsó 1 kilós darált hús hoztam el 1500 forintért, úgyhogy ez is megy a fagyasztóba. Ami nem lesz itt, az egy rágó, azt beraktam a táskámba, úgyhogy azt ne keresétek, egy Orbit rágó. És akkor úgy volt, hogy egy kígyóborka 400 forint lenne, de én vettem 2-t 475-ért, annyi, hogy ez bio, úgyhogy így jobban megérte, úgyhogy ezt is rakom a hűtőbe. Jött még haza paradicsom, 550 forint volt kilója akciósan, és ezért fizettem 585 forintot, kicsivel több mint 1 kiló. Hoztam haza egy cukkinit a grillezéshez, 900 forint volt kilója, ez a kis darab 300 forint, de imádjuk. Hoztam még haza kovászolni való uborkát, igen, megtaláltam nagy nehezen, 1000 forint volt kilója, igen, a kovászolni való uborkának, és ez 580 forint, majdnem 60 deka, úgyhogy ebből egy adag kovászos uborka fog készülni. Van itt egy nagyobb tétel, 1600 forint faszén, tavalyról még maradt egy fél zsák, azt múlt héten elhasználtuk, és akkor most vennem kellett egyet, és 3 kilós, úgyhogy a grillezéshez lesz. Jött még egy doboz petrezselyem zöld, 300 forintért 30 g-os, és 2 Mirelit dolgot hoztam, egy szokásos Mirelit krumplit, 1 kilós, 690 forintba került a Mirelit krumpli. Hát nem tudom, hogy tudjátok, hogy én nagyon-nagyon ritka, hogy ilyen Mirelitet veszek, szerintem nem, tehát a család nem szokott ilyet enni, én viszont ezt magamnak vettem, tehát ez fél kiló, és 600 forint volt, és ezt Air Fryerbe fogom elkészíteni, ez ilyen hétköznapi kaja lesz, hogyha valami gyorsat szeretnék, valami feltétet egy főzelékhez, nem fogok azért kivenni húst a fagyasztóból, vagy ilyesmi, úgyhogy ezt arra gondoltam, volt csípős is, natur is, úgyhogy ez is megy a fagyóba. És akkor jöjjön gyorsan egy pár felvágott, és rakom ezeket is a hűtőbe, mert dögmeleg van, meg megy a sütő is. 100 g-os tátraszelet, 400 forint, ilyet még nem ettünk, csak a másik fajtát. Csirkemell, sonka, 10 deka 369 forint, sertés párizsi 15 deka 370 forint mennek a hűtőbe. Natúrjoghurtot hoztam, 3 darabot, 75 forintba kerültek, úgyhogy mennek is a hűtőbe. Hoztam még haza egy ketchupot, 1 kilós és 700 forintba került. Jött még haza egy sajtkrémleves, ez ilyen mencsmegleves, mencsvár, 400 forint, 3 adag, és ezt magamnak vettem, így hétköznapokra nincs kedvem leves csinálni, mert nem is szoktam. Jött még haza, majd ezt is elmondom, egy tejföl, 370-ért 450 grammos, 12%-os. Az utolsó tejtermék, ha jól látom, 669 forintért egy ilyen miezani, 6 darab ilyen kis epres ital, vitaminokkal, ezt Vivike szokta inni, meg néha én is. Na hát lesz itt még tejtermék, de előtte egy akciós lencse 230 forintért. Ezt nagyon szeretjük, már ugye meg van főzve, levesnek, főzeléknek. Tojás 10 darab 600-ért. LS, XL-es, megnézzük mekkora ez az LXL, kisebbet szoktam venni, úgyhogy jó nagy tojások, úgyhogy ez is megy a hűtőbe. És akkor a kimaradt túró 250 g 345 forintért. A fagyihoz hoztam fagylalt ostját, Szóval a fagyihoz hoztam fagylalt ostját, ami kornettós, nagyon jó minőségű, nagyon finom, 10 darab van benne 700 forintért, úgyhogy 70 forintra jön ki egy töltsér, úgyhogy ez lesz majd az eperfagyihoz. És akkor hoztam egy fűszernövényt, van nekem bazsalikomom, 2 is, ezt a rozmaringot hoztam, de nem kajához, hanem a hajamra. Ebből fogok csinálni egy házi főzetet, és leszűröm, hogy belerakom egy ilyen kis fújós dologba, és ezzel fogom fújkálni a hajamat, ugye serkenti a hajnöveket, és van nekem olajom is, most ebből csak egy ilyen vizes dolgot fogok készíteni. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy találtam, mert ritka, hogy lehet kapni, de most volt, úgyhogy ennek ez lesz a sorsa. Na jöjjenek a péksütik, hoztam 3 kiflit haza, ezek ilyen végnyabbak, mint a Lidl-ös, ebben nem lehet véslit rakni, úgyhogy ez csak ilyen kis joghurtba lesz belemátva, vagy szendvicsnek. 59 forint volt darabja. És akkor hoztam 2 péksütit, az egyiket Marcinak reggelre, egy csokis croissant, ilyen magyarókrémes vagy csokis, 200 forint, és magamnak egy mexikói párna 130 pár forintért. Jött haza egy Colgate Mox Sparkle Diamonds 900 forintért, fehérítős fogkrém. Jött haza egy félédes vörösbor küvé 630 forintért, és a középső soron találtam magamnak egy női viszkóz rövid nadrágot, 1400 forint, SS 36-38-as, többféle színben volt, könnyű anyagú, nem vettem még szerintem az Aldiba így magamnak így ruházatot, fekete, ilyen kis rojtos alul, kicsit gyűrött, de szerintem jól néz ki, úgyhogy majd biztos látjátok rajtam videóba, vagy sem, mert alul nem szoktam magam videózni. Hoztam még 3 csokit, 3 oreót, 260 forint volt darabja. Hát nem tudom, hogy mutattam a szalvétát, 2 szalvétát hoztam, az egyik a tisztasági csomagban, a másik itthonra, 350 forint volt egy csomag. És egy folyékony szappal az oviba 500 forintért. Nagyon jó áron volt, 450 forint volt ez az Oreo utánzat, amerikai keksz. Ezt Marcinak hoztam, mert Vivike ezt nem szereti. És akkor jöjjön a pedagógus napi ajándék. Ugye jövő héten még a ballagásra is veszek ajándékot az ovis néniknek, úgyhogy még most nem akartam olyan nagyot, csak éppen valamit, hogy mégiscsak megemlékezünk a pedagógus napról. 500 forintokba kerültek, 4-et hoztam, ugye 3 megy az oviba, és 1 pedig az iskolába az osztályfőnöknek. Ide elbújt egy riska tej, 229 forintba került, és 2,8-as. Hoztam egy Chio chipset, 100 g-os 7,50, de kicsi csomagost akartam, amit Marci holnap tud vinni a kirándulásra, úgyhogy ezt neki vettem. És akkor így egybe raktam, amit itt látok, ezt Vivike viszi az óvodába a szülinapját megünnepelni. Hoztam egy almalevet, még egy almalevet, egy őszilét és egy szőlőitalt. Az almalé 2,85, a szőlőital 2,99, és szerintem az őszi barack is ugyanannyiba kerülhetett. Aztán vettem még 2 ilyen nagy csomag macis chipset. Nálunk egyébként, hogyha ilyen szülinap van az oviba, vagy névnap, szinte mindenki Lidl vagy Aldiba vásárolja ezeket a termékeket, mert ugye szoktak felrakni a Facebook csoportba fotókat. Mindjárt mondom a macis chips árát, de közben megtaláltam a hagymás tejfölös chipsét, ami középen van, az 200 g, és az 690 forint. A macis chips pedig 789 forint volt egy csomag, úgyhogy abból visz ugye kettőt, és akkor lesznek édes dolgok is. Vettem az oviba 2 csomag ilyen vanília ízű karikát. Ezek a kis vaníliás karikák 385 forintok voltak, illetve akciós volt ez az ostjarúd, ez 160 g-os, tejszínízű krémmel töltött ostjarúd, ebből is visz 2-t. Az ostyarudak pedig 380 forintba került csomagjuk, és szerintem mindent elmondtam. Na, közben eltűnt a telefonálványom. Hoppá, hát a Kikket még meg sem mutattam, na fordítom. Mert hogy az Aldi az kifutott, és ja, azt akartam mondani, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy ezt most bevisszük és megeszik egyszerre, mert úgy szokták amúgy, hogy kirakják egy asztalra, és akkor az óvónő mondja, hogy egy sós, meg egy édes kibontanak, és azt teszik meg. A többit pedig el szokták rakni, van egy ilyen nasi szekrény a csoportszobában, és amikor olyan van, akkor a gyerekek, tehát nem csak szülinakkor, meg névnakkor esznek ilyet, hanem szinte mindig, hogyha kérnek. Mutatom akkor a Kikket. Ja, még kimaradt, vettem egy uzsonnál zacskót az Aldiba, csak elgurult. Na, a Kik az 5850 volt, és akkor bevittem 4 farmert próbálni, abból egy lett jó. Volt egy slim, az abszolút nem tetszett rajtam. Tessék! Mondjad! Saci! Slim! Go London! I will go London! Igen? Go London! Sacika belezavar, de nem volt jó az, úgyhogy végülis egy ilyet vettem. Nagyon-nagyon jó áron volt ez a farmer nadrág. Ha... Tessék! Menjél Londonba! Nem mész? Ja. Ne hisztíz! 2800 forint volt, 38-as MS, és tehát teljesen passzol rám. Tehát nem nagy, nem kicsi, hanem tökéletes. Aztán hoztam, ha már ott voltam, megláttam ezt a szép kis szalvétát, 550, ugye a gyerekek szülinapjára lesz majd jövő héten, és akkor ez lesz az ünnepi szalvéta, és akkor hoztam még 1 felsőt, ez 1000 forint volt, amúgy kutatok ilyen fűzöld színű felsőt, amit mondtam nektek, hát nem volt, de volt helyett egy ilyen piros atléta, és ez illeni fog mind a 2 nadrághoz, amit vettem, ez csak egy ilyen egyszerű kis atléta, és akkor volt ez a nadrág 1500 ér, ebből előbb felpróbáltam egy egyel kisebbet, mint ez, egy XS-es. Amúgy jó lett volna, csak egy minimálisan szorított, mert ezek tudjátok nagyobbak. Ezt viszont fel sem próbáltam, szóval remélem, hogy jó lesz rám, mert olyan nagynak tűnik, és nagyon jó kis anyaga van, zsebes, megkötős, kicsit elegáns is, de sportos is, kényelmes, jó, tényleg kis pamutos, 1500 forint volt, és ez volt még szürkében, rózsaszínben. Mondom, jó lesz a kék, és akkor ehhez megy a piros is, meg ehhez is megy. Úgyhogy ennyi lett volna már ez a kis rész. Ha lesz még valami, már pedig lesz, mert jövő héten dömping lesz, Lidl Aldi bevásárlás, akkor jövök vissza. Sziasztok mindenkinek! Ma lett levágva a hajam, lehet láttátok már másik videóban, fogalmam sincs, mert több videót veszek fel egyszerre. Mondtam nektek, hogy ebben a vásárlós részben lesz több vásárlás, ugye a héten születésnap ballagások lesznek, és egy ballagás a Vilikéjé, és akkor nekem van egy ilyen listám, hogy miket kell beszerezni, ez még nem a végleges dolog, ugyanis a kaja vásárlás ugye hétvégére marad, pénteken, szombaton van a ballagás, Most az első körben letudtam a virágrendelést, csokorrendelést Vilkének a ballagására, majd azt pénteken megmutatom, mert addigra kértem ballagási csokorjanov is, és akkor ma megrendeltem a tortát is, és bementem a Pepcóba, mutatom, hogy miket vettem. Na, itt is lenne a Pepco, szóval most csak gyorsan megmutatom, és a héten még jövök, mert még több ilyen vásárlás lesz. Ha már ott voltam, hoztam egy popsitörlőt 500 forintért, Vivikének 2 darab zokni 600-ért, egy-egy croissant a gyerekeknek 150 forintért, és ez olyan, mint a mesekeks, ilyen vajas ízesítésű. Mancsőrjárat, ez 500 forint volt, úgyhogy egy ilyet hoztam, és akkor vettem 3 tasakot ugye az óvónőknek a ballagásra, igaz, hogy mindig van csoportpénzből ajándék, fórumutalvány, meg virág, de én mindig veszek külön valamit, úgyhogy lesz 3 tasak, az egyik az óvónéni, a másik a dajkája, a másik megint a másik óvónéni, mindenki kap bele egy-egy doboz miakát, és majd még lesz virág, ami most még ugye hétfő van, tehát még ráér megvenni. Aztán Vivikének a szülinapi ajándékát nem tudom mibe rakni, úgyhogy vettem neki 400 forintért egy ilyen szülinapi tasakot, és a ballagással egyik ajándéka, ő ilyet kért, fel lehet akasztani a szobájába, és ráadásul ledestom nektek, mert itt ki lehet próbálni. Nagyon-nagyon szuper, ez 1500 forint volt. És lehet, hogy megmutatom nektek a ballagás ajándékát, ami nem egy nagy értékű dolog, mert 3000 pár száz forint volt, de hogy már nagyon régóta ilyet szeretett volna, az pedig egy rajzkészlet, nagyon szeret rajzolni, színezni. Azt már megrendeltem tegnap a neten, illetve születésnapjára is, hát ilyen kis csecsebecséket kap, amiket a játéknetről rendeltem, úgyhogy mi úgy döntöttünk, hogy mi nem adunk neki pénzt, mindenre megvan az az igazság. Tehát kapott, az egyik mamától kapott most rollert, akkor örökölt egy biciklit, szóval igazából ilyen nagy dolgokra nem vágyik már, hanem ilyen csillámtetkót kért, meg rajzos dolgokat, ilyen kreatív dolgokat. Lehet, hogyha megjött a szülinapi rendelés, azt megmutatom nektek, illetve a héten még lesz egy nagy bevásárlás, hiszen jönnek a vendégek, hús kell venni, stb. Úgyhogy ha lesz még valami, már pedig biztos, hogy lesz, akkor jövök vissza. Ja, nem zajongasz. Sziasztok mindenkinek! Folytatódik a mini bevásárlós. Megmutatom az outfittemet. Lehet, hogy senkit nem érdekel, én szeretem mutogatni. Múltkor valaki írta, hogy miért mutogatom magam a tükörbe. Hát azért, hogy megmutassam, hogy mit hordok ma, mit veszek föl. És ma egy különleges helyszínre megyek, ahol nem fogok tudni videózni. A faluban van egy butik. Na hát mindig ilyenkor írnak. Szóval ma veszek magamnak egy ruhát a jány ballagására. Nézek már ki valahogy. Amik vannak itthon, mondtam nektek, nem tudom, hogy mondtam, mert nem túl kényelmesek, divattyamultak, úgyhogy indulok a butikba, valami ilyesmi virágos, tavaszias ruhát nézek, úgyhogy ha hazajöttem, megmutatom nektek, közben megérkezett Viviennek a szülinapi ajándéka, úgyhogy azt is kibontjuk egyúttal. Na hát itt is vagyok, ruha nincsen, nem voltam életemben, és ami volt, az meg nem tetszett, de akkor nézzük meg együtt Vivike ajándékát. Na nyissuk is ki akkor, és ez nem meglepetés, mert ő választotta ki, hogy mit szeretne, tehát tudja, hogy mi jön a szülinapjára. De nyilván holnap kapja meg, mert holnap van a szülinapja. És az árát majd kiírom ide, de valami postával együtt 12 000 forint volt, és hát akkor nézzük is. Na, akkor egy kis info a csomagról, összesen 12 390 forintba került, ebből 1006 volt a szállítás, szóval nagyjából egy ilyen 10 000 forint körül értéke az ajándéka, amit tőlünk kap anyától és apától, és akkor szedjük ki, és akkor nézzük meg egyesével, mik vannak. El van kenődve a sminkem, tehát nem tudom, hogy de már most el van kenődve. Na akkor nézzük is szép sorban. Legelőször, ami a kezembe akadt, hát ez egy ilyen kinti játék, ilyen habszivacs labdával és 2 ütővel, ilyen játékunk semmilyen nincsen, tehát nincs tollasunk, nincs pingpongunk, nincs semmilyen ütős játékunk. Habtenisz ütőszett, 2 féle, 1500 forint, úgyhogy ezzel, hát hogy mennyit fogunk tudni játszani, nem tudom, de minden esetre jó vastag strapabíró műanyagból van, tömör labda hozzá, szuper! Akkor a következő, ezt is mindent Vivike választott. Ő lesz szerintem, mi ez? Jó, Fúj, hát ezt nem tudom nektek megmutatni, bizony, szóval ez ilyen kislányoknak való Instant Glam évi baba smink készlet, 999 forint, ez valami több ezer forintról volt leárazva, 1000 forintra. Az a lényeg, hogy van egy baba, és hogyha kinyitjuk a babát, amit most nem fogok megcsinálni, akkor benne található egy ilyen 4 színű paletta, és azt írja, hogy van benne applikátor hozzá, mini rúzs, szemhéjfesték, és akkor úgy van, hogy 2 a szájfény benne, és 2 szemhéjpúder, a babádat ki tudod vele sminkelni. Ezt a babát lehet vele sminkelni, úgyhogy ez is ilyen kis kreatív kézügyességet fejleszt, úgyhogy 1000 forint volt. Na nézzük a következő, hova nekem, hogy ne lógjon bele a kamerába, a következőt, ami a kezembe akadt. Gabi babaháza, ez egy festős dolog lesz, még hozzá, mindjárt megnézem előbb az árát, Gabi babaháza, festhető cica, figura szett, többféle, 1766 forint. Van benne egy műanyag macska, amit a gyerek kifesthet, ahogy neki tetszik, és a doboz tartalma 6 ilyen kis darabos festék, illetve ecset és maga a macska. Kifesti, aztán kirakja. Szerintem nagyon jó, kreatív, és Vivike imádja az ilyen kreatív dolgokat. Következő, amit választott, az egy Monster High-os barátságkarkötő. Meglepetés barátságkarkötő szett 743 forint, szóval nem jól mondtam. De hülyén van feltüntetve. De jól mondtam, 743 forint, ilyen olcsó lenne. Az a lényeg, hogy kreatív készlet, zsákba macska, hogy melyik lesz benne, 2 karkötőt tudsz készíteni belőle, amik egyébként párosak, hogyha összerakják. Tudjátok, régen volt ez a törött szív, na itt most az van, hogy 2 törött Monster High figura van egy csomagba, és hogyha összerakjátok, akkor barátok vagytok, szóval ő ezt úgy választotta, hogy a barátnőjének adja a felét, és akkor mindig így összetartoznak. Nagyon-nagyon aranyos dolog. Hú, van itt még aztán sok minden. Jönnek a tetoválások. Vivike választott tetoválás 2-t is. Lemosható tetoválás, itt a nyár, 600 forint. Ez lesz. Úgyhogy egy ilyet választott, és választott még egy másikat. Pillangók és virágok tetoválás 500 forintért. Aztán jött még haza. Nálunk Monster High mánia van. Ó, de jól néz ki. Egy Monster High-os színezőszett. Ez lenne a színezőszett, vagy a divat tervező vázlatfüzet matricákkal. Nem, az a matricás, ez lesz a színezőszett, 1200 forint, és nézzétek meg, milyen gyönyörű. Van benne 5 ceruza, de nem ám ez a snasz, hanem ugyanezek a neonos színek, amiben a Monster High lányok vannak. És akkor itt van benne egy színezőkönyv, egy activity book, az szerintem valami feladatlapos dolog lehet, holografikus matricák, igen, és 5 metál színezős ceruza. Itt van hátul, hogy mik vannak benne, nem bontom ki, mert ugye ez ajándékba lesz, és mondom, hogy 1200 forint volt, nem is volt drága. És akkor maradjunk még a Monster High-nál. Igen, ez egyben van, úgy de jól néz ki. Divattervező vázlatfüzet matricákkal, 1580 forint. Ebben viszont bele tudok lapozni, mert ez ilyen spirálos. És akkor, ó, nézzétek már, milyen jól néz ki. Dracula ura, és hát ez szerintem olyan, hogy alá tudja rakni a papírt, hogy a papír alá rakja, és át tudja rajzolni, nem tudom, hogy látjátok-e. Aztán fel lehet ugye öltöztetni őket, meg színezni. Hát most így végigmutatom nektek, itt vannak ugye a babák, a másik oldala az üres, tehát ezek csak egy oldalon vannak, és akkor itt vannak a gyönyörű matricák. Van ugye a másik csaj, Leo Daniel, és akkor őt is lehet ugye színezni. Hát rengeteg csajos dolog van ebben, hogy ez végigmegy ez a koncepció az összes csajon. Ez a farkaslány van meg, azt hiszem, igazi babába. Nagyon-nagyon kis szuper, és az utolsó dolog, az szintén ilyen kis kreatívos dolog, igen, ez az utolsó. Ez pedig nem más, mint csináld magad karkötőszert, ez volt a legdrágább, 1900 forintba került, és akkor ez így néz ki, ilyen kis kreatív, vannak benne ékszerek és különböző kiegészítők, 6 éves kortól ajánlott, különböző karkötőket lehet belőle készíteni. Ezek voltak Vivike szülinapi ajándékai. Holnap meg megérkezik a ballagási, azt is megmutatom nektek. Kérdeztük, hogy Barbie-t szeretne, rengeteg Barbie-ja van, rengeteg Lego Friends-e van, rengeteg társasjáték van, most ezekre vágyott, úgyhogy ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök vissza. Sziasztok mindenkinek! Folytatódik ez a mini bevásárlós videó. Ma június 6-a van, csütörtök 8:40, és most hamarabb indulok bevásárolni. Ugye 2 nap van a ballagásig, ami azt jelenti, hogy ma meg kell vennem az olyan dolgokat, amik ilyen szalvéta, szörp, üdítő, és akkor holnap már csak a henteshez megyek, ott fogom venni a húst, a zsírt, ami kell a főzéshez. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor maradjatok velem. Most vaciláltam, hogy Lidl vagy Aldi, de Aldi lesz, mert csütörtök van, és a Lidlben sokan vannak, és nem bírom a tömeget. Úgyhogy megyek az Aldiba, és csendesen, nyugodtan bevásárolok, úgyhogy itthon pedig megmutatom nektek, hogy miket vettem. Se ebédnek valót, se olyan lazányét, amit szeretnék, úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor amit tudok, megveszek ott 10.000 forint körül költöttem, majd látjátok a blokkot a végén, aztán átrobogtam a Lidlbe, a Lidlben 21.388 forintot költöttem, és utána még elkanyarodtam a zöldségeshez, mert hogy 1000 éve nem voltam ott, tudjátok, ahova járok, úgyhogy ott is még 1700 forintot hagytam, szóval ha jól számolom, akkor a mai költésem olyan 33-34.000 forint, és ebben még nincs benne a hús, amit holnap fogok megvenni, 3 kiló sertés lapockát, meg házi zsírt, meg házi savanyút, szóval az még szerintem hát egy 10.000 forint biztos, hogy lesz. Úgyhogy szerintem jól vásároltam, meg hát plusz dolgokat vettem, amit nem szoktam. Például vettem üveges vizeket, vettem Coca-Colát, többféle ékrémet, illetve a tanároknak még ajándékot. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen deficites ez a június-május költési szempontból, mert sok szülinap van, ünnepség és a többi. Úgyhogy fordítom a kamerát, és képzeljétek, a múltkor vettem a Pepco-ba ilyen hajcsatokat, nem találtam, és megvolt, ott volt a kocsiba az egyik szatyorba, ahol mindig ugyanazokkal a szatyorokkal járok vásárolni. Na, akkor kezdjük is a mutogatást. Ez itt az Aldi rész, a virággal bezárólag, ez itt a Lidl, és ez pedig a zöldséges, úgyhogy most egyébként az Aldival fogunk kezdeni, de gyorsan akkor nem. Kezdünk a Lidl-lel a jégkrémek miatt, úgyhogy kezdjük is a jégkrémekkel. A Lidl összesen 21.388 forint volt, és akkor mondom is, hogy milyen jégkrémeket vettem. Vettem ugye a kaktuszt, ez 8 darab, és 1 darab volt ajándék belőle, és ez volt 1500 forint. A 14 darabos 3000 a Family Frostnál, szóval hát ki lehet számolni, hogy mennyire jön ki egy darab, most nem vagyok itt fejben, számoljátok ki, hogy megérte el vagy sem. Illetve akkor vettem még, ez nagyon jó árban volt, ez a tölcséres jégkrém, 1500 forint, és ez volt az utolsó darab belőle, epres, 8 darab volt, 1500, szóval hát még 200 forintra se jön ki, úgyhogy ez is megy a fagyóba, és akkor hoztam még egy ilyen 3 ízvilágú Bon Jelly jégkrémet, eper, vaníli és csoki ízben van, ehhez vettem tölcsért, azt majd az Aldisban látjátok, 2 literes, és ez se volt drága, mert 1395 forint volt, ezeket elrakom, és jövök vissza. És akkor még ezt fogom gyorsan elrakni, a Lidlben vettem 1 kg friss csirkemellfilét, és 1620 forint volt kilója, 1630-ba került ez. Na, haladjunk innen hátulról, WC papír, mert nálunk úgy fogy, mintha nem is tudom mi lenne a levegő, 1500 forint volt, 10 darabos. Hoztam haza 2 szénsavmentes ásványvizet, ezek 2 literesek, 140 forint, évek óta nem veszünk mi csapos vizet, iszunk, de hogyha vendégség van, azért szoktam venni. Úgyhogy ebből jött kettő, hoztam még 2 szénsavas vizet is. Ha jól látom, ezeknek 109 forint volt darabjuk, nem tudom, ez az 50 forintos dolog, ez létezik, vagy még nem. Hát van az Lidl-nél üveg visszaváltó hátul, úgyhogy max akkor majd visszaváltjuk. Aztán hoztam egy Coca-Colát, ezt is általában csak akkor szoktunk venni, amikor vendégek vannak, vagy magunk, hogyha megkívánjuk. Nagyon ritkán iszunk Coca-Colát. Kóla 730 forint volt, és akkor hoztam még egy szénsavas Freeway szőlőt, 2 literes, 360 forintért, illetve 700 forint volt ez az 50% gyümölcs tartalmú szobimálna szőr, és hoztam még haza rostost, hoztam haza egy szőlőlét, 1 literes, a szőlőlé 300 forint volt, és hoztam még egy 1,5 literes almalét, 425 forint, 20%-os, és hoztam még haza egy balatoni rozé édes bort. A bor az 900 forintba került, és akkor hoztam még innen 2 sört, ízes sört, azt mondja vodza és limonádé, nagyon jó árba volt, ugye ez nullások, 190 forint, szóval szerintem jó ár volt érte, majd lesz az Aldiba is mentes sör. Akkor hoztam haza egy mosogatószert, a mosogatószer volt 380, és akkor hoztam egy ilyen Univer chili szósz, ajánljuk mihez? Húsok pácoláshoz, grillhúsokhoz, például oldalas csirkeszány, víz, piros paprika kocka, chili paprika 0,9%, fokhagyma, fűszer, paprika, por. Hát én amúgy chipshez is meg tudom enni, úgyhogy ezt hoztam. A blokkon úgy szerepel, hogy Univer grill szósz és 700 forint. Hoztam még haza egy sóskréket 265 forintért, egy vajas popcornt 500 forintért, 3 darab van benne, és egy fűszer paprikát, mert van itthon, de a bográcshoz azért biztos legyen elég. Fűszer paprika az 600 forint volt, és akkor most jövünk erre, hoztam egy vattakorongot, hát ez a vattakorong az Aldiban majdnem 700 forint, nem tudom, hogy mennyivel jobb, meg milyen, de annyit nem vagyok hajlandó adni érte, úgyhogy itt vettem a Lidl-ben. 440 forintba került, aztán hétvégén nagy hűtős elejtezés volt és takarítás, és rájöttem, hogy van egy csomó lejárt ilyen krémünk, kidobtam, úgyhogy most vennem kellett újakat. Gulyás krémcsemege, paprika krémcsemege, mind a 2 400 forint volt, és akkor magamnak vettem 3 tasakos paradicsomleves, 120-130 forint volt egy csomag, ma ez lesz az ebédem, úgyhogy ezek ilyen ments meg. Levesek hétköznapra, nagyon szeretem, van már benne tészta is, csak forró vízzel kell összönteni, és tökéletes, egy kis bazsalikomot szoktam még rá extra feltétnek rakni, és akkor felvágott, sokat nem akartam venni, mert van itthon, meg ugye dugulás lesz a hűtőben már, mint hogy be kell férni minden előkészített zöldségnek, tortának, úgyhogy nem akarok ezzel most itt helyeket foglalni. Jött egy baromfiszelet, 10 dekás, nem tudom, szerintem ez volt 200 forint. Aztán nagyon aranyos ez a kis toastsonka, mert pont rájövik a toast kenyérre, 2,90 deka, aztán jött haza egy piknik szelet, ez 330 forint volt 10 deka, aztán pulyka sonka, nem csonka András, 80% pulykahússal, 10 dekás, na és akkor ez volt 300 forint. Na közben kimondottam ezt a chili szószt, és belenyaltam egy tényleg csíp, de nagyon-nagyon finom, hasonlít a mártogatóshoz, amit a tortilla mellé adnak. Közben elpakoltam egy-két dolgot, és akkor folytatjuk. Naturudi 400 forint, történet, storytime következik. Valamelyik nap mondják a gyerekek, hogy isteni finom volt a második a menzán, hogy majd csináljak már olyat, vagy legyen már olyan. Hát mondom, megnézem, mi volt az. És hát lazánja volt. Hát mondom, volt már itthon, nem ettet, ők szeretik. Úgyhogy most hoztam próbának, én már ettem ilyet, nagyon finom volt. Próbálnak egy ilyet Marcinak, hogy szerintem Vivikének is jut belőle, hogy megnézzük, hogy ez ízlik ez a fajta, mert ha igen, akkor ennek így örülök, úgyhogy ez lesz ma nekik a vacsora. Lazanya sertés 1150 forint, és ha már itt tartunk, nekem a mai ebédem ez a szirtaki salátatál, mert ugye a kedvenc salátatálam is ugyanennyibe került, de mondom, akkor most kóstolok valami mást, ez egy görög stílusú salátatál, és akkor ahogy láthatjátok, lesz benne saláta, zöldségkeverék, még pitát is adnak hozzá öntetet. 900 forint, szerintem ez bőven elég, és majd miket ettem be, láthatjátok, ahogy meg megkóstolom, akkor ez elé lesz a kis paradicsom leves. Nagyon jó árba volt a fürtös paradicsom, összesen mennyi volt? 470 volt kilója, és én 1,7 kilót hoztam, azaz ez 800 forint volt. Imádjuk a paradicsomot, nekünk is van már elültetve. Mindjárt megmutatom. Mutatom nektek. De majd este szoktam locsolni, és így néznek ki a paradicsomok. Várjatok, rázumolok, ott az új hagyma, és ott vannak a koktélparadicsomok, ami önti majd magából. Még egyelőre virág nincs rajta. Szépen bokrosodik, úgyhogy koktélparadicsom lesz bőven. Vettem még egy kígyóborkát, próbáltam egy jó nagy darabot, jó vastagot választani, úgy látom sikerült is. 329 forint volt, mert darabáras. És akkor, ugye mondtam nektek, hogy selejtezés volt a hűtőben, rájöttem, hogy nincsen eperlekvárom, ilyen penisek voltak, de már régen nem voltak, jó kidobtam. Úgyhogy most vettem egy ilyen... Mert én azért néha szoktam egy kis kenyérre rákenni, lekváros kenyér, pirítós kenyér, mostanában szoktam ilyen édes dolgokat enni. Szamóca extra jam, készült 50 g gyümölcs per 100 g, 50% szamóca, szóval elég jól hangzik, úgyhogy egy ilyet vettem. Mondjuk itt írja, hogy felbontás után hűtőszekrényben tároljuk, és egy héten belül fogyasszuk el. Hát ki az, aki megeszik egy üveg lekvárt egy héten belül? Én biztos, hogy nem, más meg rajtam kívül nem eszi, arra mire kell jó lesz, és az ára pedig eper extra jam 780 forint 450 g. És én úgy látom, hogy a Lidl-t megmutogattam, úgyhogy most gyorsan áttérünk a zöldségesre. És 1640 forintot fizettem, hát a paprikának 9,90 volt kilója, vettem 3 paprikát, illetve fogalmam sincs, hogy mennyi volt a citrom, azt se tudom, hogy ez mennyi ez a barack, de szerintem bőven több, mint 1 kiló, és 990 forint volt kilója, őszi barack, most csak ilyen gyümölcsöt vettem, a citromot meg szerintem limonádéba fogom felhasználni. Na és akkor áttérünk az Aldiba, ott kezdtem ugye a vásárlást, storytime, ugye valamelyik nap láthattátok, hogy az óvónőknek igaz, hogy a közös pénzből vesznek ajándékot, de én mindig veszek külön, főleg egy ballagásnál szerintem ez a minimum, amit megköszönök nekik az elmúlt 3 évben. Úgyhogy mindenki kap egy nagy mélykát, azt láttátok, a Pepco-ba vettem, és ehhez akartam volna még valami virágot. A vágott virág az azért nem jön szóba, mert reggel 8:45-kor ott kell lenni a kultúrházba. Tehát nekem arra már időm nem lesz, hogy előtte virágot csináltassak, előtte nap meg nem fogom, mert hát elhervad. Úgyhogy jött a cserepes opció, szerintem ez tök jó, mindenki kertesházban lakik, ha akarják, ki tudják ültetni később az udvarra is. Semmiféleképpen nem szerettem volna rózsaszint meg pirosat, úgyhogy sárgát választottam, és jól tettem, hogy itt vettem meg, mert a Lidl-ben drágább lett volna. Cserepes rózsa 1099 forint darabja, szóval mindenki kap egy ilyet, meg mellé egy nagy mélykát, úgy gondolom, hogy az így teljesen jó, nem túlzás. És akkor jött még haza a gyerekeknek egy nagy chips, az mennyi volt a chips? 690 forint. Aztán jött egy, magamon elnevetgélek itt, egy tejföl, 12%-os 370, ez jó árba volt. Aztán jött még haza, hogy néz ki ez a kanál? Tegnap szerintem, hogy főztem, rácsapódott valami. Aztán jött még haza ez az édes uborka. Az édes uborka, savanyú uborka negyedelt 530 forint, 670 g. Aztán hoztam 1 kiló hagymát, mert hogy biztosan legyen itthon, de van még, de nem sok, az 490 forint volt, és nagyon-nagyon jó áron volt a spagetti, amúgy is fel volt írva a listámra. A spagetti az valami 300 forint volt, igen, 350 forint. Kutattam ott a mencs meg zöldségeknél, hát nem sok minden volt, de egy ilyet sikerült hoznom, még egy csomag kapor, 250 forint, eredeti áron 500 lenne. Hát azért, a múltkorról is van még, meg fel is használtam egy részét kovászos uborkának, akkor az 250 forint, aztán hoztam még répát a zöldséglevesbe, ez fél kiló, nem tudom, mert itt valami sztornózott, 700 forint kilója, ez 46 deka, majdnem fél kiló répa, 325. Hoztam még egy karalábét, ez is jobb, hogy itt vettem meg, mert a Lidl-ben nagyon-nagyon drága volt, itt 2,99, ott meg majdnem 400 forint. Aztán jött haza egy 10 darabos tölcsér, a múltkori az 2 nap után hát elfogyott, tehát volt, hogy napi 2 fagyi fejenként, meg még barátok is jöttek, úgyhogy harmadik napra már nem volt tölcsér, úgyhogy hoztam megint egyet, ebbe ugye 10 darab van, 700 forint. Na és akkor itt is vettem 2 mentes sört. Ez a választék volt csak ez a citromos, tehát semmi másfajta különleges íz nem volt. 380 forint, tehát ez szerintem nagyon-nagyon drága volt, a Lidlbe 190. Okés, ez gösszer, az már nem tudom milyen volt. Na igen, az Argus volt, szóval itt szerintem csak a márkát kell megfizetni, aztán 3,50-ért jött még egy szálvéta, és hoztam még haza 5 kg krumplit, ugye krumpli lesz a köret, 1620 forintba kerül, és szerintem itt most én mindent megmutattam. Nem búcsúzok el még, berakom ide nektek a Lidl blokkot, illetve az Aldis blokkot, és utána megmutatom nektek, hogy Vivike mit kap ballagására. Ugye láttátok már, hogy kap egy ilyen csiptetős, fotós valamit, ilyen kis fényképtartót, és tegnap megérkezett ide a GLS csomagpontra az ajándék, amit még én sem bontottam ki, mert hogy vele együtt vettem föl, de ott hagytam a kocsiba, úgyhogy azt megmutatom nektek. Holnap még elrobogunk a henteshez, és akkor azzal fogom zárni ezt a mini bevásárlós részt. Na, itt is vagyok, akkor így néz ki, és akkor mindjárt ki is bontom. Ja, egyébként az ára az valami 3500 forint volt, és 1000 forint volt a GLS automatába szállítás. Pepita.hu-ról rendeltem, nem ismerem ezt az oldalt, úgyhogy na nézzük is meg. Ez így néz ki, de jó, hogy belelóg a szőr. Miért nem szóltok, hogy belelóg a szőr? Szóval festőszett, 208 részes, mindjárt ki is bontjuk, fordítom a kamerát. Temus állványom megbokrosodott, és akkor kinyitjuk, aha, ilyen tépőzáras, úristen, hát azt nem fogja visszadni a kamera, hogy ez milyen brutális nagy. Apá, úristen, még a málnaszőrp is felborult. Na várjatok! Ez brutális, úgyhogy most már tudom, hogy mik vannak benne, tehát itt radír, ragasztó, van ilyen kis tűző, kapocs, festék. Igen, itt vannak a zsírkréták, de ez is ilyen különleges. Krajon zsírkréták, tehát ez márkás, nem ilyen gagyi. Aztán vannak csipeszek, nagyon szuper, van ugye a lap, aztán volt még benne egy ilyen, csak kiesett közben, ez amit ugye a festéket felszívja, többféle filctól, vastagabb, kisebb, egyet csak nézzünk már meg így, hogy milyen a hegye, meg az, hogy nincs-e kiszáradva, mert nincs jó. De hogy itt kiszárott legyen, hékas. Nagyon, úristen, nagyon-nagyon jó vonalzó, ecset, alatta van 2, mi van alatta? Na hát én szerintem ez nagyon-nagyon megérte, és ilyen kis pici színes szeruzák, és akkor úgy van itt a közepén, hogy van egy ilyen állvány, amit fogod, kihajtod, így behajtod, kitámasztod, és akkor a gyerek fogja, ide rakja a rajzlapot, anyuka meg a másik oldalt, vagy hogyha 2 tesó van, akik szeretnek rajzolni, akkor egymással szemben tudnak alkotni. Van hozzá csipesz is, gondolom azért, hogy lefixálja és nem mozduljon el. Nagyon-nagyon-nagyon megérte, nekem nagyon-nagyon tetszik. Én szerintem minőségben is nagyon jó. Annyi, hogy ez egy ilyen műanyagos, szóval ez nem tudom, meddig fog így tartani. Látjátok, de 3300 vagy 3000 pár száz, ide majd kiírom az árát, ennyi mindent tartalmazzon, csak én egytől félek, tudjátok mitől? Hogy ez szerintem onnastól kezdve, hogy Vivike megkapja, ez soha nem lesz így rendbe rakva, tehát biztos, hogy a ház többi részén fogjuk megtalálni ezeket, úgyhogy jó lenne, hogyha ez így egybe maradna, de hát ez egy álom, úgyhogy ő fogja használni. Én szerintem nagyon fog neki tetszeni, úgyhogy ennyi. Szuper, ez nagyon-nagyon megérte. Sziasztok mindenkinek, eljött ez a vásárlós rész utolsó felvonása. Ma péntek van, dögmeleg van. Kezdtem a hentesnél, meg a virágosnál, viszont a virágként maradt a kocsiba, úgyhogy majd most itt láthattok majd, vagy valamit bevágok róla. Menjünk, nézzük meg, hogy akkor mit fogunk főzni szombaton, csak közben írtak. Már össze-vissza beszélek. Szóval 9820 forintot fizettem. Nem tudom semminek a kilóját, mert nem volt kiírva ár. Ennyit tudok, hogy ez a savanyúság 1600 kilója, és egy fél kilót kértem. Lesz majd még sima és édes uborka. Aztán vettem egy házi zsírt, ez kitart nekünk akár egy évig is. Estére vettem ilyen kis grillezni való kolbászt, ezt az Air fryerbe vacsira fogom megcsinálni, és hát 3 kiló, vagyis hát 2,8 kiló, mindjárt kiveszem. Töltés lapocka. Hát nem akarom most, ez hatalmas, úgyhogy ebből lesz a pöri, és most pedig indulok vissza, mert nyílt egy új túria faluba, csak a hússal nyilván nem akartam leállni vásárolni, ezeket elpakolom, és remélem, hogy ha találok valami kincset, akkor még megmutatom ebbe a videóba. Előbb így mutatom meg nektek, ez az a márka, amit imádok is, úgyhogy 36-os méret jó lett rám, ilyen csúszós anyag, és egy topocska, ami pont az én színem, FNDF-es, szerintem SS amúgy, de ki van vágva, állítható a pántja, és szerintem ez egy szuperütős kombó, mindjárt fel is próbálom. Na így mutatom messziről, bocsi, csak ruhát fogok hajtogatni, úgyhogy erre az 5 percre már nem akartam elrakni, hát szerintem nagyon-nagyon csinos felvéve, a felső is, a nadrág is, úgyhogy... Biztos, hogy fogom hordani. A felsőt meg amúgy is lesz egy kimozdulós csajos estém, jövő héten elvileg, úgyhogy akkor fogom felvenni. Addigra majd szerzek egy piros melltartót, úgyhogy ennyi lett volna mára. Megyek, készülődök, hajam a... nem a legszebb, találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok!